felületet megosztania. A mai videóban szeretném nektek elmondani, hogy mi mindent csinálunk a technősökkel, amikor fölkerülnek a helyükre. Először is még mielőtt fölkerülnének, kitakarítjuk a régi helyüket, aztán teszünk be nekik ilyen újabb szénapelletet, ugyanolyan, mint a papellet. Csak a szénapelletet nem mutatom meg, ez könnyebben el lehet törni, meg erre nem baj, hogyha mondjuk rák is jönnek, rákok jönnek, meg ez egy ilyen nagyon jó anyag, mi azt szoktuk nekik inkább adni. Forrok is nekik be kettő lapáttal. Általában ez a szénapellettel szoktunk megcsinálni például meg szénát, ez nekik nagyon jó, meg ezt a szénapelletet nem baj, ha mondjuk megeszik. Amit amúgy lehetett látni, adtam nekik egy kis ennivalók, nézzétek meg, milyen sokan eszik. Bocsánat, nem akarok hozzájuk egy picit közelebb menni, mert akkor meg fogom őket zavarni. Amit említettem, ez a pellet nagyon jól tartósoknak. Ezért most fogok is nekik elmondatosan mindenfelé. Leginkább ugyanem rakok éppen most, hogy alszanak. Mert oda nagyon szeretik, hogyha a szénát teszünk be, hogy az ahogy általában jól leszünk nekik takarózni, jól nekik melegítem. És ezért most, mivel nappalátjában elfelé is szoktak így gyártálni, ugye minden napokban. Ezért mivel inkább ide szoktak piszkítani, ezért ide szólok nyom. Sok színapelletet most így elszúrom mindenfelé. Ezek meg ide a külre is. Látjátok, hogy megpróbálok minden egyes helyre rakni, ahol, nézzétek meg, ahol így üres a hely. Ezt a szénapelletet nem úgy csináljuk, hogy fogjuk az egészet, azt egy sorokba berakjuk mindent. Szépen egyenlet is sem. Miután kisortjuk a szénapelletet a földre, utána az alvóhelyüket kibéreljük egy friss rég szénától. A Vitától kaptuk a ajándékba. Nagyon finom réti széna. Meg a széna azért is jó a teknősöknek. Egyrészt már nem tudják enni. Másrészt meg ez a lábaim fújhatnak aludni például. Nyugodtan érzétek meg. Ez ilyen nagyon jól takarja őket, mivel így egybe van a széna, tehát nem mint az így könnyű eszélyt szólni. Szóval így megpróbálok minden egyes helyre lenni, kívül egy teknős, letakarom. És akkor bedobok minden egyes sarokba egy kicsit. Nagyobb akkor teszek egy kicsit többet egyik sarokba, hogy ők is el tudjanak élni. Átjátok, mint az alfóz, meg a helyszer bőt, aki ott alszik, hogy nem tudom, hogy el tudjuk készíteni. Azt mondja, hogy készíteni. És akkor így a fa szénapellete, megpróbálunk minden egyes helyre formálni egy ilyen kis szénát, mert alvó, a kinti hábukban tettünk ilyet, vagy szárított füvet. Mivel kell a teknősöknek ősszel ilyen vitamin, ezért szólok neki kell egy pár darab ilyen szép ilyet a földre, nézzétek meg. Ez azért is jó, mert a nőstényeknek például ad vitamin, mert most készülnek a tojásrakásra, másrészt megkoptatja a csőrüket.
Eldobom a kukára. Hoztam egy ilyen vitamint, ami minden héten egyszer szólunk az kajájukra. Ezért rajta van egy teknős, meg egy ilyen kameleon. De jó. És akkor csapogtatunk belőle. Mostanában azért kell nekik adni vitamint, mert kevesebb a napfény, mivel nem kint vannak, ezért kevesebb kálciumot kapnak, ezért be tudjuk pótolni ezekkel a CPA-kkal, meg ezzel a kálciummal. Tehát fontos minden teknősnek, úgy, mint az embereknek a kálcium, tehát ezért ebből hetente egyszer csöpögtetünk nekik, mert az embernél is kell a kálcium. Tehát ugyanúgy az állatoknál is. Ez a mi kálciumunk, amit mi használunk arra, ami nekünk jót tesz. Ezt ajánlom nektek is. Még egy dolog tartozik az őszi teremlőköz, aztán elbúcsúzom. A mérlegelés. Mérjük a teknősöket, hogy most hány kilóak. Hogy ugye esetleg grammok, akkor a hány grammok. Ráteszik szépen óvatosan a mérlegelés. És akkor utána elhízzük. Ezt a füzetre általában leszoktuk jegyzetelni. És akkor ezzel ki tud derülni, hogy mennyi volt tavasszal, és hogy nyáron nehezedett-e. Már elérkeztünk a videó végéhez. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!